Sziasztok! Henny vagyok, és ez a Hogyan hozom formába magam videósorozat 9. Igen, a 9. része, amit még kimondani is nagyon fura, mert mintha most lett volna, hogy január 13-án kitettem az első részét, és így csettintésnyire ez a 2 hónap úgy eltelt, úgy elrepült, hogy szinte észre sem vettem. Nagyon durva. Ide a leírásba be fogom linkelni az első részt, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg. A csatornán fent van az összes többi rész is, megtaláljátok, de hogy minél egyszerűbb legyen, azért az első részt belinkelem, és akkor utána megtaláljátok onnan a többit is. Nagyon izgalmas lesz ez a videó, mert a végén elmondom, lehull a lepel, és megtudhatjátok a tényeket, hogy mennyit is fogytam, mind centiben és kilóban is megmutatom az eredményeket. Lesznek előtte és utána fotók is, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem, ha kíváncsiak vagytok, és kezdjünk is bele! Ez egy gyorsan összedobott, gyors és praktikus vacsora. Mostanában nincs se időm, sem kedvem főzni, úgyhogy ez most egy nagyon gyors finomság. Finom risotto rizs, meg egy kis harrúd, és metélsavanyúság. Utána meg nem sokára torna. Mivel ez az utolsó hét, ezért megint rakok be edzős videókat, így utoljára. Frissítésként nem baj, ha van egy pár edzős videó benne. Vagyok az egyik boltba, kaját válogatok magamnak, de nem tudok választani, mert olyan jók vannak, hogy úristen, megvenném mindent legszívesebben. Most ezt néztem,
lehet, hogy ezt fogom megvenni, ez nagyon egészséges és fancy és finom. Annyira jól néznek ki. Nyamika. Na, megjártam, el kellett intéznem pár dolgot, és reggelire ugyan abba a Morrisonsba vettem ilyen, nem is tudom milyen zsömle volt, de tetején sajt volt, az biztos, és valami zöldség is volt bekeverve, de nagyon finom volt, valami répa, vagy nem tudom. És a teteje sajtos volt, nagyon finom volt amúgy. És azt reggeliztem kettőt. Megvettem egy 2 literes vizet is, azt meg fogom inni ma. Meg ugye vettem ezt a hallazatosat. Isten! Ez aztán a super healthy ebéd. Ott van a levelek alatt krumpli, meg ez valami céklás valami. Nem is tudom. Ez meg egy jó nagy, gyönyörűséges csilis lazac. Úgyhogy ezt fogom most megadni. Már közben szerda reggel van, és összekaptam egy kicsit magam már, és akkor most következhet egy kis reggeli kávé melletti elmélkedés. Hát, azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy mégis rávettem magam most január elején megint erre a programra. Az Insanity-re, meg a normális kajálás betartására, mert meg hogy így sikerült ezt most így tartani. 2 hónapig, tök jó, tényleg, úgy örülök. Mert igazából tényleg úgy érdemes belevágni ebbe az egészbe, hogy tényleg életmódot kell váltani, meg úgy kell felfogni a dolgokat, hogy hát, hogy hiába fogy le valaki, ha utána nem tudja megtartani. Az a lényeg, hogy meg tudja tartani. És hogyha úgy van az ember, hogy jó, fogyózik, például 3 hétig, és akkor utána, majd akkor megint jó bezabá, megint jöhet a pizza, meg a szarkaja minden nap, mert még néha-néha belefér, de egyébként tényleg az egyensúly a lényeg, hogy a hét nagy részében normálisan enni, és akkor így mondjuk a hétvégén belefér egy pizza, vagy bármi, de túlzásba se lehet vinni, mert az már nem lehet jóra, mert akkor megint csak az ördögi kör, hogy hiába fogyott le valaki, utána egyből visszahízza. Úgyhogy az a lényeg, hogy meg kell tartani. És ez csak úgy érhető el, hogyha életmódot vált az ember. Úgyhogy ennyi, ez a titka.
meg, ha nem is heti 6-szor edz az ember, de az is fontos, hogy legalább heti 4-szer. 4-szer azért nem árt edzeni is. Mert az is, ha mondjuk fogyózik az ember, de mellé edzeni is kell, hogy szép tónusos formás legyen a test. Hát ja, sajnos ez van. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy bármennyit ehet, nem hízik tőle. Hát, pedig az a legjobb. A mai ebédem avokádós, lazacos, uborkás szusika, természetesen jó sok wasabival és gyömbérrel, utána meg még szójaszosszal is leöntöttem, mert az nem maradhat el. Ezt nézzétek! Nyamika, imádom a sushit! Mentünk a törökbe vacsizni, ez még az előétel, sok saláta, humusz, caciki, meg az a lepénykenyérke,
frissen sült. Főételnek meg a szokásos chicken shisht, amit szoktam venni, meg Davido, meg chicken donut. Kiszálltam a boltba, és vettem egy kis ebédet, ilyen sushi rizs, sushi minőségű lazaccal, meg van benne egy kis avokádó is, meg itt van hozzárakva egy szójaszósz, azt majd rá fogom tenni. Nagyon fincsin néz ki. Ez lesz az ebéd. Megvettem hozzá egy ilyen italt, ez nagyon finom amúgy. Ad egy kis energiát, van benne L-karnitin. Minden jó cucc. Most vágytam ilyen mártogatósra, úgyhogy vettem egy ilyen sajtos rossz lemezt, vagy mit. Ilyen ropogtatni való. És majd humuszba fogom belemártogatni. Úgyhogy ez jó lesz. Jó kis ebéd. Nyom. Most akkor iszok egy kávét, mert ma még nem ittam. És úgy érzem, hogy kell az energia nekem most. Most már napok óta ilyen kamu húsleveseken élek. Ilyen forró leves port beletettem ugye vízbe. Én most teleraktam erős pistával, meg ilyen csilipehellyel. Már most csak alakul belőlem valami, mert eléggé megfáztam, és ez a legrosszabb benne, hogy nem érzem az ízeket. Így tök feleslegesen eszek, úgy érzem, mert az a legjobb, hogyha az evésben, ha érzem az ízét, és van finom. Így semmi értelme enni, fú, de utálom. Már tegnap is bevetettem amúgy mindent, amit lehet. De még mindig nem jobb. De már nagyon elegem van belőle. Ittam ilyen golden milket, hogy ilyen kurkumás tej, az nagyon jó, amúgy megfázáskor. Hogy kurkumát tettem zap tejbe, de egyébként bármilyen tejbe jó, és még igazából kell bele méz, meg fahéj, meg egy kis bors, meg egy kis kókuszzsír, hogy az segíti a hatóanyagok felszívódását. Mármint igen. Meg ittam egy kis shot pálest is, mert köztudott az mindenre jó. Abba viszont annyi jó volt, hogy ezt a szörnyű ízét nem éreztem. Meg tegnap is ilyen meleg levest tettem, csípőset, meg ilyesmi. Borzasztó. In all of us, in our hearts, there's love and light.
Aztán bekapcsolom az órámat. És akkor kezdhetjük. 3, 2, 1. Yo, what's up? My name is Sean T. This is Max Cardio Conditioning. 45 minutes of pure endurance training. 3, 2, 1. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Hát most is semmi kedvem nem volt elkezdeni, de utána, amikor már elkezdtem, utána már tökre belejöttem, és elég jól ment. Az a titka, mindig csak elkezdeni nehéz, utána meg már jól is esik az embernek egy kis mozgás. Most meg fogom inni a fehérjémet. És mára ennyi volt a program, még szerintem majd valamit filmezni fogunk Davidóval, és akkor már most fogok ebédelni. Nagyon jó dolgom van, mert most nem kellett főznöm. Tegnap csinálta ezt Davidó, pedig ő nem szokott főzni soha, de kiderült, hogy egy rejtett tehetség. Mert egyből a nokedlivel kezdte. És ez egy tökéletes nokedli. Bármilyen fura is, ez almás nokedli. Soha nem hallottam még ilyet, de egyébként nagyon finom. Igen, almás és fahéjas. Neten találta ezt a receptet és megcsinálta. Nagyon ügyes. Nagyon-nagyon ügyes. Én személy szerint nem csináltam még soha nokedlit, mert annyira nehéznek tűnik. De neki sikerült elsőre. Nagyon ügyes. És egyébként nagyon finom ez. Almás fahéjos. Annyira jó dolgom van, hogy mire hazajöttem, ez a drágaság már megint főzött. Ez kör is. Mexikói rizs. Van benne ilyen paprika mix, sárga, meg piros, meg zöld paprika, ilyen kaliforniai paprika, meg új hagyma. Már nagyon éhes vagyok, úgyhogy meg is támadom. Meg 4 darab harud, meg ilyen
Baby Ubik. Szeretem az ilyen kicsikéket, nem az a nagy dagat. Az olyan finom és roppanós. Na. Most már. Hammé! Végeztem mára is az edzéssel, és már csak 2 nap van hátra, azt már csak kibírom valahogy. Úgyhogy... ez az. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan eljön ez idő, amikor is már a 2 hónapról kell beszámolnom, hogy hogyan is telt, meg hogy éltem meg, meg milyen is volt, meg hogy, meg mint, meg minden. De igen, itt van. És hát akkor el is kezdeném. Kezdem azzal, hogy visszamegyek egy kicsit az időbe, januárra, hogy miért is kezdtem el ezt az egészet. Hát azért, mert már 73,6 kiló voltam, ami igazából nem volt annyira látható, meg durva ránézésre, mert 172 centi magas vagyok, és az azért úgy eloszlott, de azért tudnom kell, hogy hol a határ. És szorítanom kellett már a gyeplőn, mert
télen amúgy is hajlamosabb az ember elengedni magát. Hát, meg, mint mondtam az első videóban is, úgy kezdődött az egész, hogy ugye mindenféle szülnapozások, tortázások, aztán meg mentünk haza Magyarba két, vagyis három hétre, ott meg ott is éttermezések, meg lángos, meg ez, meg az, aztán hát igen, nem figyel az ember, egyből elengedi magát, és kilók meg csak úgy jönnek, borzasztó. Úgyhogy így akkor gondoltam, hogy most már vissza kell térnem a régi, normális kerékvágásba, és az első videóban mondtam is, hogy az Insanity 60 napos edzés tervet fogom követni, meg a Life Tiltnek a fenékformáló 2-es diétáját, amit tartottam is, de már akkor is mondtam, hogy nem 100%-ig pontosan, hanem az volt az alapja, de ahogy én gondoltam, úgy formáltam a saját igényeimre, de a tornát 100%-ig pontosan tartottam. De igazából ez a kettő így együtt mindig meghozza a hatását, mert most is hatásos volt, mert 68,0 kiló lettem a program végére, tehát az 5,6 kiló fogyás, de mára, mert most már minden nap méreckedek, mára már 67,7 kiló voltam, de ez amúgy most így minden napra változik, ingadozik, mert ugye sok mindentől függ, hogy mikor mennyit evett az ember, meg mennyi vizet ivott, meg ugye már tudjuk, miktől függ. Na igen, puskázok egy kicsit, mert amúgy most sok mindent akarok mondani, és hogy semmi fontosat ne hagyja ki véletlenül sem. És akkor hát amikor amúgy január 6-án elkezdtem a programot, akkor már lementem 72,8 kilóra, bocsász, de arról nincsen dokumentált videó, amint mutatom a mérlegen, mert azt még a fényképezővel vettem fel, és valahogy eltűnt. Nem tudom, hova lett, na mindegy. Amikor legközelebb mértem magam, az már dokumentálva volt, és akkor már mondom, 71,1 kiló voltam, a BMI 24 volt, az izom százalékom 27,5, és itt látszódott is már a javulás, mert a belső zsír is alapból 5-ös volt, és lement már 4-esre. Utána pedig volt egy pár hét stagnálás, ami nagyon idegesítő volt, mert ugye ilyenkor az ember mindig megijed, hogy miért nem megy lejjebb, mit csinál rosszul, amikor tartja a diétát, meg minden ilyesmi. Én is nem tudtam már elképzelni, hogy mi van, mert igazából tartottam a diétát is, meg edzettem minden nap, vagyis hát egy pihenőnapom volt, de ilyenkor nem szabad megijedni, mert nem a kilók a fontosak, hanem a centik, meg vagy a tükörben mit látsz, és igazából a többi adat az ugye változott amúgy, a zsírszázalék az csökkent, meg az izom az növekedett, csak maga a kiló az nem akart változni, ami amúgy igazából lényegtelen, hogyha látod a változást. Utána már szerencsére megindult a kiló is, a következő méreckezéskor 69,9 kiló lettem, a BMI már 23,6 kiló lett, a zsírszázalék 34,6 kiló, az izom 28,0, igen,
És igen, és akkor tényleg nem kell megijedni, hanem folyamatosan ugyanúgy tartani a diétát és az edzést továbbra is, és akkor úgyis meg lesz az eredménye, ha kitartóan dolgozik érte az ember. Akkor már március 1-jére pedig lementem 68,6-ra. A BMI 23,2 volt, 35,5% a zsír, 27,0 az izom, és 4-es a belső zsír. Ezek amúgy változók voltak, mikor, hogy. És utána pedig a program végére meg lementem. ...68,0-ra, ami már nagyon jó. 23 a BMI, 34,7 a zsír, 27,5 az izom, belső zsír maradt 4-es, és ez már nagyon jónak számít, mert ez volt az elsődleges kitűzött célom, hogy 68-ra lemenjek. És ez sikerült is. 65 szeretnék lenni igazából, de első körben nagyon örülök ennek a 68-nak is, mert igazából már nem akart mozdulni a mérleg, 70 alá már nem nagyon akart menni soha, most így az elmúlt hónapokban, de szerencsére most már 70 alatt vagyok. Akkor centikben is elmondanám az eredményeket. Január végén mértem meg, mert a korábbi videókban is mondtam, hogy elfelejtettem centikben megmérni. Akkor a bal kar az 29 centi volt, a jobb kar 29,5, mell 102 centi, derék 78 centi, csípő 100 centi, bal comb 55 centi, jobb comb 55 centi, a bal vádli 38,5 centi, jobb vádli 39 centi, hastérfogat 88 centi. És ez meg a mostani friss mérés, a következő bal kar 29 centi, jobb kar 28 centi, ez kb. Maradt ugyanannyi, de amúgy megformásodott, látszik, izmosabb lett a kezem sokkal, ha nem is változott nagyon a centibe, de amúgy látszik, hogy formásodott sokat a kezem is. Nem is csodálom attól sok fekvőtámasztól. Mell 102 centiről ment le 96 centire, no az már sok, mert igazából mindenki először a mellből fogy. Hát annyira nem jó hír, de mindegy. Meg én még először mindig az arcomból fogyok. Az is láthatóan vékonyabb lett a fejem. Derék 78 centi volt, és 76 lett, 2 centit fogytam onnan is. És csípő 100 centi volt, 97 lett, 3 centi ment le. Bal comb 55 centi, az annyi is maradt, meg a jobb is, meg a vádli is maradt, és akkor hastérfogat 88 volt, és most meg 81. Az is szép eredmény, a hasamból is 7 centi lement, úgyhogy nagyon örülök az eredménynek. Majd rakok be előtte-utána fotót is, mert tényleg amúgy nagyon látványos. Nagyon hatásos ez az inzaniti edzés. Igazából igen, az idő megszépíti az emlékeket, de hogy milyen gyorsan elment ez az idő, de minden egyes nap majdnem meghaltam, amikor edzeni kellett, mert olyan durva, főleg már a második hónapban nagyon kemény. Az első hónap még csak-csak, de a második hónap az nagyon durva.
Hát az a kajálás az most nem volt olyan vészes, mert mint mondtam, nem 100%-ig tartottam be, de még így is, hogy nem véresen komolyan csináltam a diétát, még így is nagyon hatásos volt. Jókat ettem, és egészségeseket, és igazából most lehet, hogy azért tudtam most ezt így ilyen jól tartani, mert főként itthon voltam, és tudtam minden nap főzni normálisan, meg nem fáradtam le, és az edzést is minden nap meg tudtam normálisan csinálni. És a végén, a vége felé volt egy kis elmaradás. 6 napon maradt, amit nem tudtam megcsinálni egyben, mert elkezdtem egy hetet, 3 a hétnek az elejét 3 napot letornáztam, utána meg amit mondtam is az előző videóban, hogy volt ez a csontkovácsosdi, akkor ott 3 nap kimaradt. Utána való héten meg akkor is 3 napot leedzettem, aztán meg beteg lettem, és nem voltam olyan állapotban, hogy nem éreztem úgy, hogy tudtam volna tornázni, és akkor az úgy, az is elmaradt az a 3 nap, de utólag már bepótoltam azt is, és szerencsére már jól is vagyok. És na, igen. Már vannak terveim ezutánra is, hogy mivel folytatom. Hát arra gondoltam, hogy ilyen szimplán, hogy egy nap kardió, tehát futok majd futópadon, vagy kint, parkba, de most jelenlegi helyzetben inkább a futópadon. A másik napokon meg súlyzós edzés. Meg igazából most van betervezve május 31-ére egy 10 kilométeres futás, de ez most így a helyzettől függ, hogy mi lesz még akkor, nem tudom, de nem biztos, hogy meg lesz tartva, de azért reménykedem, azért készülök rá, mert amúgy már be van fizetve, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. És még akkor így beszélek egy kicsit az étrendkiegészítőkről, hogy miket szedtem. Hát az egész program alatt szedtem multivitamint, meg D-vitamint, meg kollagént, amit a combomon teljesen el is tűnt a narancsbőr, nagyon örülök neki. Meg még az edzés mellé, az edzés alatt ittam BCA-t, meg az edzés után fehérjét, és így igazából ennyi. És hát az összefoglalóm is akkor így ennyi. Dióhéjban a 2 hónapról. Úgyhogy örülök, hogy végigcsináltam. Írjátok meg kommentben, hogy melyik volt a kedvenc részetek a sorozatból. És most akkor le is zárnám ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy lenne maradjatok a következő friss videókról. Meg kövessetek Instán is, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!